Angela Merkel a vártnál keményebben bírálta Orbán Viktort az ellenzékhez, a civilekhez és a sajtóhoz való ellentmondásos viszonya miatt, írják a német lapok, amelyek kiemelt helyen foglalkoztak a kancellár tegnapi budapesti látogatásával. A német sajtó legtöbbet Merkelnek azt a megjegyzését idézte, ami szerint a kancellár az illiberális szóval nem tud mit kezdeni. A német közszolgálati televízió tudósítója azt mondta, jól jellemzi a magyar sajtószabadság helyzetét, hogy a sajtótájékoztatón csak egy magyar és három német újságíró kérdezhetett. Zsúfolásig megtelt az országház delegációs terme, a szűk sajtódobogón egy gombos tűt sem lehetett elejteni. Angela Merkel és Orbán Viktor sajtótájékoztatójára nem csak a magyar, de szinte a teljes német sajtó is kíváncsi volt. Az illiberális szóval a demokráciával összefüggésben őszintén szólva nem tudok mit kezdeni, mondta a kancellár, akitől egy német újságíró kérdezte, mit szól a magyar miniszterelnök Tusnádfürdő mondott beszédéhez. Angela Merkel szavaira a német sajtó is lecsapott. A találkozóról szóló tudósításokban ez volt az egyik legtöbbet idézett mondat. Ez pedig a másik, amelyben a kancellár megjegyezte, hogyha egy kormánynak nagy többsége van, demokráciában az ellenzék, a civil társadalom és a média szerepét is értékelni kell. Angela Merkel szerint Magyarországnak ez egy fontos modell kell, hogy legyen. A közös sajtótájékoztatón csak a Magyar Állami Televízió munkatársa és három német újságíró kérdezhetett. A német közszolgálati televízió tudósítója szerint ez jól jellemzi a magyar sajtószabadság helyzetét. Ismét lehetett látni, hogy Orbán kormánya hogyan válogat az újságírók között. Egy rendezvényen ott van a német szövetségi kancellár, és még a német közszolgálati média sem tehet fel egyetlen kérdést sem. Ezt a lehetőséget a közismerten konzervatívabb újságoknak adták meg, ami már egyfajta manipuláció és a sajtószabadság szűkítése, mondta Susanne Glass, az ARD televízió dél-kelet-európai tudósítója. A sajtótájékoztatót Kovács Zoltán kormányszóvivő vezette. Kerestük, hogy megtudjuk, milyen szempontok alapján választott az újságírók közül, de kérdésünkre eddig nem kaptunk választ. A mértékadó német lapok sokat foglalkoztak a magyar-orosz kapcsolatokkal is. A Die Welt Orbán Viktor kelet és nyugat között lavírozó politikájáról írt, a Spiegel Online pedig arról, hogy Európa a szélsőségesektől retteg, Angela Merkel pedig találkozik is egyel, Orbán Viktorral. A lap online kiadása szerint a kancellár azért látogatott Budapestre, hogy megakadályozza Orbán Viktort abban, hogy alássa a Moszkvával szembeni egységes európai álláspontot. A német lapok szerint a két kormányfő közötti véleménykülönbségek a sajtó tájékoztatón is egyértelművé váltak. A magyar külügyminiszter ezt másképp látja. Kifejezetten baráti légkörben zajlott a találkozó, tehát semmifajta feszültség nem volt indokolt, sem a sajtótájékoztatón, sem a program azt megelőző részén. Pedig Angela Merkel láthatóan több magyarországi jelenséggel sem ért egyet. Ez derült ki az Andrássy Egyetemen tartott előadásából is, ahol azt mondta, az európai értékrend alapja a demokrácia, amelyben az ellenzék nem ellenség, hanem ellenfél. Angela Merkel azt is hozzátette, a civil társadalomban szabad polgárok szabadon kommunikálhatnak, félelem és kényszer nélkül kifejezhetik önmagukat, a kormányok pedig partnerként bánnak velük.